Emelkedik a darús kocsi kosara, benne pedig a szakemberek motoros fűrésszel felszerelkezve, speciális járművel metszették a fákat kedden délelőtt Nádorvárosban, itt a Tompa utcai játszótér mellett. Egymás után távolították el a házakhoz túl közel nőtt vagy elszáradt ágakat a szakemberek, a győrszól kihasználva a jó időt város szerte metszi a fákat és a cserjéket. Szigetben, Újvárosban, Marcalvárosban és Gyárvárosban már végeztek is a munkával, ezekben a napokban Nádorvárosban veszik kezelésbe a fásszárúakat. Minden helyszínen csak ott avatkoznak be, ahol szakmailag szükséges, de a lakossági észrevételeket is figyelembe veszik a metszésnél. Győrben közterületen összesen több mint 50 ezer darab fa van. A fa metszések előtt egy szakszerű favizsgálat történik, amikor a szakemberek kijelölik azt, hogy a szakmai irányelveknek megfelelően melyek azok a fák, ahol metszési beavatkozásra van szükség, és ezzel együtt természetesen a Győrszól ZRT figyelembe veszi a különböző lakossági igényeket is. A következő napokban Földről, Adivárosban és a Belvárosban metszenek majd, kosaras autóval pedig Marcal és Nádorvárosban találkozhatnak a győriek. A szolgáltató úgy ütemezi a munkákat, hogy lehetőleg március végére végezzenek is mindenhol. Addig is biztonsági okokból alkalmanként korlátozhatják a forgalmat, hogy a darus kocsi elférjen. Ezért a Győrszól a lakosság türelmét kéri, de ahogy fogalmaznak, a metszési tevékenységet a város minden pontján be kell fejezni, legkésőbb húsvétra.